Nagy Sándor a Madács Színház művésze Kisvárdán született. Színházi szerepei mellett számos televíziós sorozatból is ismerhetik a nézők. Kedden este a Kisvárdai Színházban ő is vendége lesz a Csillagjáró című talksónak. Mellette Szűcs Krisztina színművészel, Ragály Misa kulturális menedzserrel és Nagy Viktória képzőművészel találkozhatnak az érdeklődők este 19 órától. Pós Anita, televízium felelős szerkesztője azt mondta a víkendben, hogy a megyei identitás erősítése a műsorok célja. Mert Szabolcszak már Bereg megye, ontja magából azokat az embereket, akikre büszkék lehetünk. És visszatérve az előző gondolatothoz, azt hiszem, hogy a Szabolcszak már Bereg megyei televíziónak ez is egyfajta küldetése, hiszen hol máshol mutathatnánk meg ezeket az embereket, akikre büszkék vagyunk, mint itt nálunk. Az országos csatornákon nyilván ők is ugyanúgy lehetőséget kapnak, de itt egy kicsit akkor bővebben is megismerhetjük őket, vagy esetleg azokat az embereket, akik még gyerekkorukból ismerik őket, vagy ahonnan indultak a családjukat. Nyilván egy kis mikrokörnyezetet, ahonnan ők a pályájukat elindították. A sorozat kedden Kisvárdán indul a színházban, majd szerdán Tiszavasváriban a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében folytatódik, ahol többek között Szakos Andrea énekes lesz a vendégünk. Jövő éten, kedden Máté Szalkán folytatódik a csillagjáró, ahol többek között Cservenyák Lászlót látjuk vendégül. Míg a sorozat Básárosnaményban zárul, ahol többek között Bangó Margit lesz a beszélgető partnerünk. Amikor szűkíteni próbálunk egy listát, és mondjuk három embert hívunk meg egy ilyen tolksóba, a szervezés ö, során, Akikkel csak kapcsolatba kerülünk, gondolok itt a helyi színház vezetőjére, vagy csak egy a portás nénire, mindenkinek eszébe jut még három ember, akit érdemes lenne meghívni, úgyhogy egy óriási listánk van már azokról, az akár elszármazottakról, akár még most is a megyében élőkről, akik ildomosak lennének erre, hogy meghívjuk őket. A talksok minden esetben 19 órakor kezdődnek, de a televíziós felvétel miatt kérjük az érdeklődőket, hogy fél órával korábban érkezzenek meg a helyszínekre. A beszélgetésekből televíziós műsort is készítünk, amelyet későbbi időpontban láthatnak nézőink. A belépés minden esetben ingyenes.